Teljes lett felső tárkányban a szociális ellátórendszer, megújult a szociális és gyermekjóléti szolgálat épülete, ahol új szolgáltatásként az idősek napközi otthona is helyet kapott. Dr. Juhász Attila Simon polgármester, a Heves megyei közgyűlés elnök jelöltje elmondta, a beruházás a megyei területi és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően több mint 32 millió forint Európai Uniós támogatással, továbbá több mint 13 millió forint önerővel újult meg. A topos források lezárulnak, de nyílnak és megnyíltak az újak, a Magyar Falu programnak a pályázatai, és itt minden egyes településnek Heves megyében lehetősége lesz arra, hogy megint azt mondom, hogy a bölcsödétől egészen a nyugdíjas korosztályt kiszolgáló és segítő intézményrendszert tudjon kiépíteni, felújítani. A Rákóczi úti intézmény korábban szolgálati lakásként, előtte orvosi rendelőként működött. Az épület most teljes külső és belső rekonstrukción esett át, az energetikai korszerűsítés a fenntartási költségeket is csökkenti. Új fűtésrendszert kapott, új villanyvezetékrendszert, a külső nyílászárókat azt teljesen kicseréltük, szigetelést, külső szigetelést kapott az épület, ugye, ahogy említettem az előbb, teljes új tetőszerkezetet kapott az épület. A dolgozók mostantól korszerű, akadálymentesített irodákban várják az ügyfeleket. Az idősek napközi otthonában kialakítottak pihenőszobát, társalgót, konyhát, mosdót is. Próbáljuk fokozni az aktivitásokat, akár szellemi, pszichés, fizikai aktivitásokat, és ezáltal egy kicsit az elmagányosodást megelőzni. A település központjában elhelyezkedő idősek otthona szinte minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújt az időskorúak számára. Várunk mindenkit, aki szeretne a kortársaival kézműveskedni, programokon részt venni, művelődni, tévét nézni, sakkozni. Az idősek napközi otthona várhatóan októbertől fogadja a társaságkedvelő nyugdíjasokat.